2021-ben a közgyűlés 5 bizottságának 50 millió forintot különítettek el. A bizottságok saját kiadásait fedezik a forrásból. Az 50 millió forintból 17 millió 400 ezer forintot már elköltöttek. A bicikli pályára benyújtott pályázathoz 16 millió 900 ezer forintnyi önerőre volt ugyanis szükség, amit az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság keretének terhére kellett biztosítani. Ezen kívül a háromdimenziós IASZ Európa és Világbajnokság megrendezését összesen 80 ezer forinttal, a szexádi kajakkenu ESE második sió kajakkenu kupa megrendezését 400 ezer forinttal támogatták a bizottságok. Így jelenleg még 32 millió 640 ezer forint áll a rendelkezésükre idén. A szexádi közgyűlés pénzügyi bizottsága konkrét javaslatot dolgozott ki ezen összeg elosztására. Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságnak adnának egy nagyobb összeget. 20 millió forint kerettel adnák, ugyan e fölött szeretnénk neki adni. Nagyságrendileg 17 millió forintot elköltött már a keretéből, ehhez még 3.641.000 forintot odaadnánk. A Kultúra Civil Szervezetek Városmarketing Bizottság, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 3-3-3 millió forinttal gazdálkodhatna. A Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntartatósági Bizottságnak pedig szintén egy nagyobb összeget adnának. Szekőv is kapna 20 millió forintot. A Pénzügyi Bizottság megszavazta ezt a javaslatot. A közgyűlés dönt majd arról a következő ülésén. Kedden a bizottsági keretek felosztása a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén is téma volt. Akkor Bomba Gábor, a bizottság ilyen szexárd által delegált elnöke azt szerette volna elérni, hogy a városba tervezett új háziorvosi rendelőre szánt pénz egy részét osszák szét a közgyűlés bizottságai között. A pénzügyi bizottság ezen kívül tárgyalta a Szakály Ferenc utcai háznál kialakult rendkívüli helyzetet is. Itt a tulajdonos azt állítja, hogy nem volt tudomása arról, hogy a ház előtti terület alatt egy pince húzódik. A júliusi nagy esőzés során derült erre fény, amikor beszakadt a pince teteje. Egy nagy lyuk tátong most a ház előtt, ami veszélyes. A pénzügyi bizottság ezért azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a lyukat le kell fedni, és be kell nyújtani egy Viszmajor pályázatot annak a helyreállítására.